Így várta a télapót a Deák Ferenc általános iskola második osztályos csoportja a Gesztenyés úti Sóbarlangban december 3-án. A kézműves foglalkozást Zöldalma programjának keretében hirdette meg az alapítvány. A helyi iskolákból 5 iskola vesz részt ebben a versenyben. Az első állomása a Zöldalma programnak volt az őszi virágosítás, amikor árvácskákat osztottunk ki a gyerekeknek, és erről az előző évekhez eltérően visszajelzést is kértünk a pedagógusoktól, fényképpel, illetve különböző dokumentációval alátámasztva. A gyerekek írtak nekünk levelet, hogy ők ezt mennyire élvezték, hogy ők ültették el a virágokat. A második állomás a kupakgyűjtés volt. Az 1605 kg-nyi műanyag kupakért járó összeget az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében az idén is Éger Róbert kapta meg. A harmadik állomás volt a télapóváró rendezvény. Hosszú szakálla van, fekete cipője, és nagyon szép. Nagyon jól éreztem magam. Csináltunk ilyen Mikulást, aminek hosszú szakálla volt, zöld kesztyűje és fekete cipője. Készítek ajándékot olyan anyagból, amit újra lehet hasznosítani. Hova fogod tenni ezt a Mikulást? Az ablakba fogjuk tenni a Mikulást. A gyerekeket miután elkészítették kézlenyomatukat karácsonyfa dekorációhoz, meglepetés várta. Egy, a télapó által elrejtett nagy csomag. Odaadjuk a Marika néninek, és megkérjük, hogy ő majd kihozza az egész osztálynak, jó? Úgy gondoljátok, hogy mindenki megérdemli? Igen, igen. Biztos, el se bírom, olyan nehéz. És akkor mit mondunk? Köszönöm.